adjon az Isten szerencsét, szerelmet forró kemencé. Üres vékámba gabonát, párva kezembe barolát. Lámpámba lángot, hogy ne keljen korán az ágyba hevernem. Kérdésre válasz, ő küldjön, hogy hitem széljen ledőjön. Sziklay Sándor megyei alkotódíjas festőművésszel beszélgetünk. Egy szegvári szép kiállítás megnyitóján ő nyitotta meg a Szentesi Paletta alkotókör kiállítását, bemutatóját, ahol 8 művész palánta, Sziklay tanítvány mutatkozik be. Művész úr, hogyan indult ez az alkotókör, milyen szerepe van önnek benne, és egyáltalán mi a véleménye a közösség munkájáról? Néhány éve alakult meg az alkotókör. Az alkotókör jelenlegi tagjai közül 4 megkerestek engem, azzal a céllal, hogy ők szívesen összeállnának egy csoportá, hajlandó vagyok el munkájukat támogatni, segíteni. Természetesen hajlandó voltam, hiszen már az ő munkáikat ismertem, mindegyikőjük munkájáról jó véleményem volt, és egyetlen egy kikötésem volt, amikor ez a csoport összeállt, hogy nem érjük be azzal, hogy ezt tudjuk mi, és ezzel most nem ellene szeretnék a programnak beszélni, hanem valami fejlődést belevinni a dologba, tehát mindenki fejlődhet, egy festőnek kutya kötelessége élete végéig tanulni a festészetet, ez rám is vonatkozik, meg a többiekre is. Visszatérve a festőpalántákra, igyekszem majd rövidre fogni, visszatérve a festőpalántákra, én úgy gondolom, hogy mivel megkülönböztet a hivatalos művészet történet, hivatásos és amatőr művészetet, meg naív művészetet. Én úgy gondolom, hogy ez nem egyfajta rangsor, hanem ez műfaji különbség. Ugyanis más a szépsége egy hivatásos festőképének, és más a szépsége egy amatőr festőképének. Az amatőr festő tud ugyanolyan szépet festeni, mint bármelyik hivatásos. A hivatásos festő jobban ismeri a szakmát, meg abból él. Az amatőr festő szívét, lelkét adja vele a képbe. Hát a naív festők, itt most olyan nincs ebben a csapatban, de a naív festők meg valahol a népdalhoz, népmeséhez hasonlítható alkotásokat hoznak létre, csak képzőművészeti módszerekkel. Az amatőr festészet számtalan csodálatos dolgot rejteget, ők többet-kevesebbet már tudnak a festészet szakmai oldaláról, én igyekszem ezeket az ismereteket gyarapítani, és ami a lelkükben van viszont, az csodálatos dolog, és mindig hangsúlyozni szoktam, minden alkalmat kihasználok rá, hogy elmondjam, hogy nem arra akarom őket megtanítani, amit én tudok, nem sok egyforma festőt szeretnék, a sokszínűséget szeretném kibontakoztatni, azt szeretném megtanítani nekik, amit ők tudnak. Tehát ami a lelkükben van, ahhoz igyekszem szakmai támogatást adni. És hát emberi, erkölcsi és minden másfajta támogatást, és nagyon sok szeretetet kaptam, kapok tőlük, igyekszem én is viszonozni. Két évvel ezelőtt volt egy saját kiállításom a Szentesi Könyvtárban, és annak a kiállításnak az volt a címe, amit Kosta mondott valamikor, hogy mert az úgy van, hogy kenyni muszáj. Őtől levettem ezt a mondatot, és én azt hiszem, hogy engem is ez indítatott arra, hogy valamit csinálni kell. És mivel gyerekkorom óta a festés és a rajzolás az mindig valahol kísérte az életemet, bennem mocorgott ez a velem született képesség, hogy folytatni kell valahol. Így csatlakoztam először a Tokácsli szakkörhöz, az most sajnos megszűnt, de a Paletta körben úgy érzem otthonra találtam. Számomra a festés gondűző testi-lelki fölüdülést jelentő tevékenység. Én 16 éve festek olajjal, régebben csak rajzoltam, de én már körülbelül 50 éve foglalkozom képzőművészettel, és hát
Én először is magam a természetelvű realista alkotónak hiszem. Ezeket a képeket, amit készítek, a természet szépsége fog meg, a Tisza, a Mátra vidéke, a különböző alföldi tájak, és a természet a leggyönyörűbb tájakat hozza létre, és ezt nekünk csak le kell fordítani az ecset nyelvire, és hát csinálom, és hát én bízok benne, hogy ezen lesz Isten áldás. Végül is én a magam örömére dolgozok, festek, és főleg ajándékba szoktam festegetni. Meg tényleg az, hogy egy békét, nyugalmat ad. Úgyhogy talán az, hogy ami a, hogy mondjam, felszínes szemlélő számára nem túl észrevehető, azt én szeretem lefesteni. Tehát úgy a mélyére hatolni a dolgoknak talán, de mindig a szépséget keresem, meg gyönyörködtetni szeretnék. Úgy gondolom, hogy a fájdalmat, meg a depressziót azt nagyon sokszor kifejezik, meg könnyű is ábrázolni, én meg inkább a szépet szeretném. Én a természet után szeretek festeni. Virágokat például csak úgy festek, hogy elében teszem a virágot és lefestem. Tájképet festettem többször úgy elképzelt tájat, vagy régi emlék, vagy valami ilyesmi dolgot, és hát azt szeretem, hogy ha szép, ha sikerül, hát nem mindig sikerül, hogy az ember szeretné, de hát igyekszem. Úgy érzem némelyik, hogy az ember lelke is benne van. Van egy pár képem, ami úgy nagyon, nem is az, hogy kedves, hanem nem tudom, hogy más, mint a többi. Már nekem lehet, hogy amikor festettem, akkor sikeredett úgy, hogy jobban hozzám nőtt, vagy jobban sikerült. De úgy, hogy teljesen meg legyek elégedve, egyetlen képem még nem volt. Igazából azért kezdtem el festeni, mert otthon nálunk nem voltak festmények a falon, és ennek a hatására én úgy döntöttem, hogy majd saját kezűleg megpróbálok képeket készíteni. Hát mindez 2 éve történt, azóta is tart, nem hagytam abba, de azóta is folyamatosan csinálom, egy nagyon jó kikapcsolódásnak tartom. Másrészt pedig számomra mindegyik festmény egy nagy kihívás, mi az, amit meg tudok teremteni, mi az, amit nem. Leginkább a realista festészet irányába próbálok haladni, a realista tájkép festészet irányába, de látható is a képeimen, hogy leginkább csak tájképeket hoztam. Ez az, ami leginkább érdekel. Számomra nagyon fontos az, hogyha teremtek valami olyan dolgot, ami tetszik nekem, és másnak is megtetszik, akkor azt más, ha felrakja a falra, az ott marad, és hogyha ránéz arra a festményre, akkor valamilyen emlékült esetleg eszébe, tehát megmarad az a kép jó gondolatként. Én a festészetemben szeretnék valami egy kicsit újat mutatni, egy kicsit eltérőbbet a általános festészettől, vagy azoktól a képektől, mint amit a többség úgy gondolom, hogy fest. Én gyakorlatilag a mindennapi életből merítem, de olyan témákat szeretek, ami igazából nem biztos, hogy festménybe illő, de én mégis úgy gondolom, hogy ezzel megpróbálkoznék, és hát több-kevesebb sikerrel úgy gondolom, de én inkább ebbe az irányba szeretek
elmenni, vagy hogy mondjam, szeretnék a festészetbe mutatkozni, megmutatkozni. Az én hívásom az egy gondolatiság, amit rá teszek, készítek, festek egy vászonra, mint a költőnek az írás, vagy a egyéb dolgok. Mit akarsz a festményeiddel kifejezni? Hát az én egyéni kis gondolataimat, és ezt szeretném megmutatni az embereknek, szeretnék gyönyörködtetni, és hát meg elbűvölni a dolgokat. Amikor meglátsz egy szép tájat, akkor mit gondolsz? Ugyanúgy szeretnéd lefesteni, ahogy ott van, vagy mi motivál? Hát, mikor én látom, akkor pontosabban inkább úgy mondom, hogy nyitott szemmel járok, és akkor megtetszik valami, akkor az tényleg egy vászonra kívánkozik az a dolog, és úgy szeretném ezt megfesteni, vagy megmutatni, hogy ne csak nekem tetszen, hanem az tetszen, hogy másnak is. És ez mondjuk nagyon jó dolog, mert nem biztos, hogy én azt úgy fogom megfesteni, ahogy az ott egyben van, hanem az én kis gondolatiságom is hozzá van. Az ilyen a színek, a fények, szóval ilyen dolgok. Tulajdonképpen a gyönyörködtetés, tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, éppen ezért talán szeretem nagyon a színes képeket, de azért ne felejtsük el, hogy egy pedagógus, aki nagyon kemény, idegileg megterhelő munkát végez, különösen az utóbbi években, ez azért azt hiszem, hogy érthető, minden változik körülöttünk, és sajnos a gyerekek is nagyon sokat változtak, tehát egyfajta szelep, amin az ember a fáradt gőzt kiengedi. Tehát ha magamból indulok ki, azt mondom, hogy úgy kell az, hogy fessek, mint egy falat kenyér, ez adja az új erőt ahhoz, hogy újra tudjak dolgozni, újra föltöltődjek. Ugyanakkor, ha mások szeretik a képeimet, tetszik másoknak is az, amit én alkotok, akkor ez még külön öröm.